Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én először is a kb. Két héttel ezelőtti vitában említett két uniós példát szeretném idehozni, és nagy tisztelettel érdeklődnék, hogy miért nincs erre lehetőség Magyarországon. Az egyik a nálunk is rosszabb helyzetben lévő Bulgáriához kapcsolódik. Bulgáriában 2024. decemberéig a kis vállalkozásoknak nem kell áfát fizetni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha ezt a tőlünk lényegesen rosszabb gazdasági helyzetben lévő Bulgária megteheti, belefér nekik a költségvetési lehetőségeikbe, az adózási szabályaikba, akkor legalább a mikrovállalkozásokon, vagy a mikrovállalkozások egy részén miért nem tud a kormány, akár áfamentességgel, akár valamilyen más szabad szemmel is tisztán látható adókedvezménnyel, könnyítéssel segíteni. A másik példa a lengyelekhez, Lengyelországhoz kapcsolódik. Itt korábban 6 hónapig áfamentessé tették az élelmiszereket, valami hasonló, teljesen áfamentessé, valami hasonlóra miért nincs lehetőség. De mondhatnám a szomszédban lévő Romániát is. Romániában 9% az alapvető élelmiszerek, sőt, általában az élelmiszerek áfa tartalma. Bizonyára önöknek is feltűnt, láthatják az áfa és egyéb adóbevételeken, főleg azokhoz, amelyek az élelmiszervásárlásokhoz kapcsolódnak, hogy nagyon sok honfitársunk, nem csodálható módon, főleg a határ közelében, átjár Romániába, vagy a Romániának nevezett államalakulat területére, így pontosabb vásárolni. Ezek döntően ugye a partiumi településeket érintik. Közvetlen példa, ugye a szülővárosom Csengerhez közeli Szatmárnémeti, amely szerencsésebb történelmi időkben még ugye a történelmi Szatmár vármegye székhelye volt. Sokkal olcsóbban lehet akár egy hétvégi bevásárlást, akár egy ünnepi nagy bevásárlást megejteni. Azért attól nagyobb szégyen nem sok van, hogy e tekintetben a román kormány lepörgi a magyar kormányt, és kedvezőbb áfa lehetőséget biztosít, kedvezőbb adószabályokat biztosít az élelmiszerek vásárlására. De mondhatnám ezt is, hogy gyakorlatilag már szinte a Felvidékre, vagy az Őrvidékre is megéri átjárni, a mai Ausztria területére is megéri átjárni azoknak, akik alaposan összehasonlítják az árakat. El kellene gondolkozni azon, hogy vajon kinek a készülékében van a hiba. És ugye már komoly cikkek jelennek meg az internetes sajtóban is arról, hogy érezhető bevételkiesés keletkezik, újabb lyukat üt ez az államkasszán. Tehát akkor nem lenne érdemes visszatérni a kevesebb több elvéhez? Ez pontosan ugyanaz, mint a másik fontos adózási szabály, amelyet önök különös kegyetlenséggel kivégeztek tavaly nyáron 24 óra leforgása alatt. A kevés sikertörténet egyikéről, a Katárról beszélek. És akkor most azt látjuk, hogy érdemes lenne visszatérni ehhez. Nyilván a presztízsveszteségtől való félelem ezt már nem engedi meg. Tehát az ego az sokkal hatalmasabb, mint az észszerű gondolkodás. Őszintén, amiatt borult volna be a magyar költségvetés, hogy a legszerényebb jövedelmi viszonyok között élő vállalkozók egy tiszta és átlátható adózási forma szerint adóznak. Sokkal több jött be a Katából minden évben, mint amennyit terveztek. Egy-két kormánypárti képviselő méltatlankodik, csak nem értem, hogy miért. Hát ha sokkal több jött be, mint amit terveztek, akkor sokkal jobban sikerült a mutatvány, mint hogy azt előtte gondolták. Miért végezték ki ezt az adózási formát? Nem itt kellene kotorászni, nem ezekbe a kis apró zsebekbe kellene kotorászni, hanem a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszeknél kellene kotorászni, a 350 milliárd forintos támogatottságú akkumulátorgyáraknál kellene kotorászni. Tehát valahogy önök mindig megfordítják a logikát. Ugye a tőkerős multikon nem mernek ütni, valljuk be őszintén, azért nagyon sokszor a globalista érdeket szolgálja ki a mostani magát jobbközépnek tartó kormányzó párt, vagy pártszövetség is, szemben a magyar kisvállalkozók érdekeivel. Önök, tisztelt képviselőtársaim, munkavállaló létszámra egyfőre lebontva, több pénzt adtak a multiknak, a nagy multiknak munkahely teremtése, mint a 2002 és 2010 közötti kormányok. Azért ettől keményebb kritikája kevés van egy jobbközép konzervatív kormánypárti szövetségnek. És vitatkozzunk, hogy beszélgessünk erre, cáfolják meg, ha nem így van.
Hát persze, tehát most attól, hogy Nagycsak képviselő úr még kijelent, hogy nem így van, attól az még így van, sajnos. Tehát én annak örülnék, hogy önnek lenne igaza, önöknek lenne igaza. De akkor kanyarodjunk vissza egy másik fontos kérdéshez, amiről talán kevés szó esett, az üzemanyag jövedékadó és áfa tartalom kérdéséhez. Úgy általában is ez jelentős hatással van az inflációra, és nem csak azokat sújtja, akik gépjármű tulajdonosként rendszeresen tankolnak gázolajat vagy benzint, hanem mivel a forrózási költségben végigvonul a teljes gazdasági láncolaton, ezért gyakorlatilag nincs olyan része vagy tagja a társadalomnak, amelyet ne érintene általában hátrányosan az üzemanyagok jövedékadó és áfa tartalma. Ez is a sajátos hungarikum, hogy a jövedékadóra számolják rá az áfát, és ugye uniós szabályokra hivatkozva olyan jövedékadó szabályokat állítanak elő, hogy körülbelül 30-40 forintos üzemanyag áremelkedés várható 2024. január 1-től csak az uniós szabályokra való hivatkozás miatt. Érdekes, hogy más esetben nagy lelkesedéssel tudnak ellentartani Brüsszelnek. Itt valahogy nem akarják kiásta a csatabárdot, és nem akarnak hadba menni az alacsonyabb jövedéki adó tartalomért. De itt van egy olyan kérdés, amely általában azért vidéki választókerületekben jelentkezik, és azért hívom fel az önök szíves figyelmét erre, mert önök előtt sem titok, hogy azért a hatalmuk döntő része a vidéki választókerületekből származik, az ott megszerzett egyéni mandátumokon alapul. És illő lenne ezeket a vidéki választókörzeteket erősebben figyelemmel kísérni, különösen a szinte egyedüli munkaadókat, a kis és közepes családi gazdaságokat, a parasztgazdákat, a szó jó értelmében kedvezményezni. Itt arra gondolok, tisztelt képviselő társaim, hogy évek óta, tudomásom szerint évek óta nem változtak a visszaigényelhető jövedéki adó mértékének szabályai. Tehát egy liter gázolajra körülbelül ugyanannyi a visszaigényelhető, vagy pontosan ugyanannyi a visszaigényelhető adó mértéke, mint volt mondjuk a 2010 előtti időszakban. Ez ugye az adott mezőgazdasági terület művelési ágához igazítva éves szinten literben kifejezett mérték, ameddig áfa és egy bizonyos mértékig jövedékadó visszaigényléssel érhet a parasztgazda. Csak hogy az elmúlt 10 évben brutálisan megemelkedtek, az elmúlt 2 évben is, az üzemanyag árak. És itt természetesen a gázolajról beszélek, tehát most a benzint ebből a körből vegyük ki. Miért nem változtatnak, miért nem emelik meg a visszaigényelhető jövedékadó mértékét, és miért nem gyorsítják meg a kifizetést, hiszen a segítség akkor igazán hatékony, hogyha minél hamarabb, időben minél hamarabb célba ér. Az én legjobb tudomásom szerint, javítsanak ki a tévedek, az én legjobb tudomásom szerint tárgyévet követő év májusában, majd azután kapják vissza a gazdák ezt a jövedéki adót. Hát igen jelentősen meg kell előlegezni, előfinanszírozni, és azért mégiscsak tréfás, hogy a egyre rosszabb helyzetben lévő gazdának kell hosszú hónapokra, vagy akár egy másfél évre előfinanszírozni az állam javára ezt az adómértéket. Tehát ennek az adómértéknek az áttekintés, a visszaigényelhető mennyiségnek, visszaigényelhető összegnek a megemelését, és egyébként is a művelési ághoz és az éves mennyiséghez igazított visszaigényelés felső határának a megemelését követeli önöktől, vagy várja önöktől a Mi Hazánk mozgalom, hiszen akkor hivatkozunk itt is arra, hogy 2022-ben rég nem látott mértékű aszály sújtotta a mezőgazdaságot, másfél millió hektáról jelentettek tisztelt képviselő társaim aszálykárt. Az elmúlt 2 évben részben a Covid, részben az ukrán területen zajló orosz-amerikai vagy orosz-nyugati háború miatt brutálisan megemelkedtek az energiaárak. A földgáz árának elszállása miatt is emelkedtek a műtrágyaárak, bár ezek is sajátos módon a magyar gazdákat sújtják a legjobban, több műtrágyánál és vegyszernél azt látjuk, hogy kétszer, vagy akár háromszor annyiba kerül ugyanaz a vegyszer, vagy ugyanaz a hatóanyag tartalma, csak éppen más néven forgalmazott vegyszer Magyarországon, mint a lengyeleknél. Így azért nagyon nehéz versenyképesnek maradnunk, főleg annak ismeretében, hogy a lengyel gazdák lényegesen jobb pozíciókat tárgyaltak ki már hosszú évekkel ezelőtt, és lényegesen
nagyobb támogatásokban részesülnek, épp ezért tudnak árban alámenni, például a gyümölcs szektorban a magyar gazdáknak, ezért tudják olcsóbban adni, a jóval nagyobb mennyiségben megtermel, de sok esetben minőségben a magyartól elmaradó termékeiket. Ez komoly versenyhátrányt jelent a magyar gazdáknak, nem csak a gyümölcs szektorban, hanem más ágazatban is. Úgyhogy nagy tisztelettel azt kérném önöktől, hogy itt a egyre inkább kulcs ágazatnak tekinthető mezőgazdaság érdekében az előbb említett gázolaj jövedéki adó szabályokat legyenek kedvesek áttekinteni, és figyelő szemeiket vessék a input anyag árak emelkedésére, és próbáljanak meg minden önöktől telhetőt megtenni, próbáljanak olyan hévvel csatába vonulni, mint amikor a legfelsőbb gazdasági köreik érdekeinek a kiszolgálásáról van szó, és találják meg azokat a furfangos jogi és pénzügyi megoldásokat, amelyekkel érdemben tudnak segíteni a gazdáknak, mert még egy-két ilyen mezőgazdasági vagy gazdasági év, és nagyon sokan csődbe fognak menni. A vidék legnagyobb munkaadóiról beszélünk, akik nem térnek minden ellenkező híreszteléssel és rosszindulatú támadással ellentétben nem kérnek extra kedvezményeket, csak boldogulni, dolgozni és termelni szeretnének, de ilyen inputanyagárak, ilyen üzemanyagárak mellett, ilyen adózási környezetben önhibájukon kívül fognak elsüllyedni és megfulladni, úgyhogy legyenek kedvesek érdemben, ne csak a szavak, meg a parlamenti szónoklatok szintjén, hanem érdemben segíteni nekik. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!